terveztél erre a nyárra? Hát kimenni az olimpiára természetesen, és szerencsére sikerült is. Tehát nem voltak ilyen nyaralási terveid, mint most keresztbe vágott ez az olimpia Tokió? Hát igazából az elején volt, és váratlanul ért, hogy jöhetek én is a felkészülésre, de természetesen egy csepet sem bántam, hogy nem jött össze. Így az idény közben reménykedtél abban, hogy bent leszel a bőkeretben? Igen, hisz szerintem mindenki egész évben azért dolgozik, hogy egyszer ide is eljusson, és én is így voltam vele, és nagyon örültem, hogy bekerültem. Ugye a felnőtt válogatottban most mutatkoztál be Montenegró ellen. Mondhatjuk azt, hogy meglepetés volt, hogy a te neved ott van az utazók névsorában, de te mennyire lepődtél meg ezen, amikor Elek Gáborék közölték veled a jó hírt? Nagyon-nagyon-nagyon meglepődtem. Szerintem egy jó percet kellett, mire leesett, hogy én is az utazókeretben vagyok. Természetesen nagyon-nagyon örültem neki, és tényleg az a tipikus hidegrázós pillanat volt, és tényleg nagyon örültem. Kit hívtál fel először, vagy írtál üzenetet? A családtagjaimat hívtam egyből, a nővéremet és a szüleimet, és ők is rettetlen büszkék voltak, és nagyon-nagyon örültek. Ugye nem titok, hogy édesapád olimpiai negyedik helyezett, és VB ezüstérmes kézilabdázó Bordás József. Ugye azért ő volt olimpián, ahogy említettem is, neked ez gyerekként megfordult a fejedbe, hogy milyen lenne, hogyha te is átélnéd ugyanezt, mint édesapád? Persze, természetesen, hiszen rengeteg sztorikat, meg történeteket hallottam tőle, ugye kisgyermekkorom óta, és én is úgy voltam, hogy egyszer át szeretném élni ezt az élményt, és szerencsére ezt át is fogom élni. És hogy képzelted el, hogy milyen lesz az olimpia? Hát szerintem most ugye nyilván tudjuk, hogy másabb lesz, mint szokott, de úgy gondolom, hogy még így is fantasztikus élmény lesz, és nagyon sokat fogok töltődni belőle. És hogy érzed így newcomerként magadat a csapatnál, milyenek a társak veled? Nagyon-nagyon aranyos mindenki, és iszonyat segítőkészek, szóval tényleg mindenki nagyon-nagyon aranyos. És hogy érezted most magad itt a brazilok elleni mérkőzésen, amelyet ugye meg is nyertetek, és nagyon jó volt a hangulat így péntek délután? Igen, jól éreztem magam. Egyedül ezt sajnáltam, hogy ugye a védekezésünk nem úgy állt össze, és nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de ettől függetlenül nagyon élveztem a pályán lenni. Mennyire sajátítottad már el a taktikát a válogatottnak? Ugye ezelőtt nem voltál se VB-n, sem LB-n, sem az összetartáson. Nehéz így bekapcsolódni, úgyhogy a többiek már nagyjából ismerik azt, hogy mit kérnek tőlük a kapitányok? Hát igen, az elején még ugye nehezebb volt, de úgy gondolom, hogy helyek közel már úgy ugye sikerült, és minél többet vagyok ugye a lányokkal, szerintem egyre jobban bele fogok jönni.